Sziasztok, Oszkár vagyok, és ez a System Shock 2 végjátszásomnak az első része. Ugye a Bloodot azt már múltkor sikerült szépen végigvinni. 43. rész volt az utolsó rész. Sokan kértétek, hogy majd készítsek még folytatást a Bloodból. Hát az a helyzet, hogy nincs több pálya, tehát ez a 5 epizód volt összvisz. Viszont van egy kiegészítő lemeze a játéknak, egy nem hivatalos, ami a Death Wish címet viseli. Úgyhogy majd, hát mivel elég sokan kértétek, ezért majd előbb-utóbb sort kerítek arra is. Egyébként így magamban eldöntöttem, hogy ha 200 feliratkozó rövid időn belül összegyűlik, akkor egyből elkezdem. De hogyha nem, akkor a System Shock 2 után közvetlenül fogok nekilátni. Na, de mindegy, most a System Shock 2-ről van szó. Szokásomhoz híven egy ilyen kis összefoglaló szöveget írtam, amit most fel is fogok olvasni, ami úgy nagyjából összefoglalja, hogy miről is lesz most itt szó. Tehát, a System Shock 2 egy akció-szerepjáték, túlélő horror keveréke, az Irrational Games és a Looking Glass Studios fejlesztette, eredetileg önálló címnek tervezték, de később megváltozott a történetmenet, így lehetővé vált, hogy folytatás készüljön hozzá. Az eredeti játék 1994-ben jelent meg PC-re, majd őt követte 1999. augusztus 11-én a második rész. A játék egy fénysebességnél is gyorsabban haladó katonai űrhajó felélzetén játszódik, egy cyberpunk világban, mely nagyjából 2114-re tehető. A játékos egy magányos katona bőrébe bújva igyekszik megfékezni egy biológiai vírus elterjedését a felélzeten, de később az első részből ismert Shodan, morális kötöttségek nélküli, öntörvényű mesterséges intelligencia is visszatér. Hogy miképpen az egyelőre maradjon titok! Egyébként itt kitérnék az első részre, amivel én egyébként nem játszottam, ott is arról volt szó, hogy volt adva egy űrhajó, azt hiszem, hogy űrhajóról volt szó, és annak volt ugye mesterséges intelligenciája. Na most volt egy hacker a fedélzeten, aki ezt meghackelte, és akkor azt érte el vele, hogy tulajdonképpen öntudatra ébredt ez a intelligencia, és ilyen, hát ilyen öntörvényűvé vált, tehát ilyen istennőnek képzelte el magát, és hát természetesen az emberiségnek a kiirtása volt az ő elsődleges célja. Aztán persze így a játék végén ugye a főhős lenyomta ezt a mesterséges intelligenciát, de valamiképpen most a második részben vissza fog térni. Hogy miképpen, az maradjon titok. Szóval a történet 2114-ben, 42 évvel az első rész történései után kezdődik, miután hősünk csatlakozott a United National Nominate-hez, Egyesült Nemzeti Kinevezés, azt hiszem, a Rickenbacker nevű űrhajóra küldik szolgálatra. A Rickenbacker kíséri el a von Braunt, mely egy kísérleti stádiumban lévő fénynél is gyorsabban közlekedő csillaghajó. Mivel a Rickenbacker nem rendelkezik fénysebességnél is gyorsabb hajtóművekkel, így a von Braunhoz van hozzá csatolva. Néhány hónappal később az út során a hajó jeleket észlel a Tau Ceti 5 nevű bolygóról, ez egy felfedező csapatot küldenek ki a bolygóra, akik visszahoznak néhány furcsa kinézetű tojást. Tiszta alien. A tojások megfertőzik a csapat tagjait, és idegen lényekké változtatják át őket, akik telepatikusan képesek egymással kommunikálni, és szimplán The Many-nek nevezik magukat. Egyébként nem tudom, hogy a magyarítás hogy fordította le, de ez a Many, ez hát ilyen sokasság, a tömeg, valószínűleg tömegnek fordította őket. És a fertőzés végül átterjed mindkét hajóra, és hát nyilvánvalóan a célunk az lesz, hogy megfékezzük ezt a biológiai vírust. Na most úgy terveztem ezt a végigjátszásomat amúgy, hogy a tutorial részt azt majd nem fogom végigvinni, mert ott ugye nagyon szájbarágosan magyarázza a játék, hogy mi, hogy működik. A játéknak ugye vannak fokozatai, van a könnyű, normál, nehéz, meg lehetetlen. De alapvetően az a különbség a négy fokozat között, hogy hát a cyber moduloknak a száma, amit játék közben kapunk, a cyber modulok arra valók, hogy a képességeinket fejlesszük, tehát abból kevesebbet kapunk alapvetően, valamint a fejlesztés drágább. Illetve több ellenfél van, azok ellenállóbbak, hát ilyesmi. Nem érdemes. Tehát most a végigjátszásomat normál fokozaton fogom vinni. Többek között ez azért is jó lesz, hogy így sokkal szélesebb körben fogom tudni bemutatni a játéknak a palettáját, tehát hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, ilyesmi. A Blooddal ellentétben itt ezt most normálan fogom vinni. Na de kezdjük is el akkor a játékot. Új játék. Normál fokozat. Játék indítása. Ja igen, és mindent fel fogok olvasni.
Tehát, hogyha találunk egy új tárgyat, akkor szépen felolvasom nektek, hogy az micsoda, hogy került oda, stb. Hogyha unjátok, akkor írjátok meg kommentben, és akkor ezt majd mellőzni fogom, de szerintem nem fogjátok unni, mert hát végülis ez a lényege egy RPG játéknak, hogy minél több információhoz jussunk hozzá a játék közben. Na, indítsuk! Ja, és még egy technikai információ, hogy sajnos a Fraps valamilyen oknál fogva ennek a játéknak a hangját nem rögzíti, és külső alkalmazással sem tudtam megoldani, tehát Audacity-vel megpróbáltam azt, hogy a háttérben veszi a hangot, és később hozzájátszom. Csak valószínűleg már eléggé régi a hangkártyám, ezért ilyen szakadozottan veszi a hangot. Tehát magyarul ezt nem lehetett megoldani, úgyhogy most a mikrofon fogja a játéknak a hangját is venni. Hát remélem, hogy nem lesz túl kellemetlen, annyi, hogy sztereó helyett akkor mono lesz most mind a kettő. Sztereóban lesz ugyan feltöltve, bár még ez sem biztos, lehet monóban fogom feltölteni, mivel hogy a mikrofon az ugye monóban veszi a hangot. Így a játék hangja is monóban lesz. Na hát ennyi szépség hibája lesz ennek a sorozatnak, de hát nézzétek el nekem, és akkor most indítsuk a játékot. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect immortal machine? Egy rész másfél órás lesz. Felhúztam az órát, jelezni fog. In 2072, a rogue artificial intelligence known as Shodan lost her mind. In her limitless imagination, Shodan saw herself as a goddess, destined to inherit the earth. That image was snuffed out by the hacker who created her. Yeah, what's wrong? February 3rd is the day the magic happens. The Von Braun, the first starship in history capable of traveling at faster than light speed, will undertake her maiden voyage. This incredible journey is the result of teamwork between the UNN Protectorate and the incredible scientific minds of the newly relicensed Trioptimum Corporation. Imagine being able to travel to distant star systems in a period of weeks. It's all part of Triop's commitment to the future. The Von Braun is packed with over 1.8 billion flight, scientific, and security systems, nearly all developed by Trioptimum and its wholly owned subsidiaries. Providing security for the Von Braun as she plows through the heavens will be the UNN Rickenbacker. At her helm will be no less than Captain William Bedford Diego himself, hero of the Battle of Boston Harbor during the Eastern States Police action. This incredible union of government and corporation is made possible by an intricate series of docking mechanisms that will allow the Rickenbacker to piggyback its way into jump space. Sleek, fast, revolutionary. Who knows what wonders await our crews in the bosom of the cosmos? All we do know is that it's a great day for mankind. Hell is happening. Na kérem Aláson, szóval megérkeztünk a kiképző helyre katonaként, ugye most a Rickenbackerre fognak át szállítani minket. Welcome to the Ramsey Center UNN recruitment facility. Please watch your step when leaving the train. The grav shafts at the end of the hall will take you to the street level training and recruitment center. Please proceed to the grav shafts. Igen, hát itt az irányítás ugyanúgy működik, mint egy klasszikus FPS-ben, tehát van a jobb, balra, jobbra, oldalazás, előre, hátra. Lehet benne ugrani. Van egy ilyen legugolás gomb. Akkor lehet jobbra kihajolni, balra kihajolni, előre. Remélem, hogy a hangerő az jó lesz. Kicsit lehet, hogy feljebb veszem nektek. Mégiscsak azért jó legyen. Na, hát akkor vannak a fegyverek, most az inventory meg ezek még nem láthatók így az elején. Van egy erőteljes Half-Life-os beütése ennek a cuccnak. Annyi, hogy már egyből itt ide teleportálódtunk. Na, telefonáljunk egyet.
Nem működik. Ja, a fényerőt már megint nem vettem fel. Egy pillanat. Na, így már látok valamit. Elég nagy rendetlenség van. Halljátok. Na, szóval akkor... Step into the grav shaft to proceed to the street level recruitment. Antigravitációs lift. Ilyen kéne a mi házunkba is. Még igaz, hogy csak a másik emeleten lakunk. Vagyis hát ilyen kettő és fél, mert ilyen szinteltolásosban lakásunk van, házunk. Csoda a japán vagy kínai kiírás, valószínűleg kínai, amúgy nem ismerem ezeket a jeleket, de ahogy a mai trendet ismerem, valószínűleg kínai. Hello! Jó napot! Kérek egy... izé pizzát. Sonkás pizzát kérek. Na jó, ne hülyüljünk. Szóval, így néz ki egy jövőbeli város. Egyébként fel fogunk itt most mászni. Van egy elég jó kis easter egg a játékban. Egy kosárlabda. Ez majd ilyen játék felénél lehet felhasználni egy helyen. És akkor a fejlesztőktől valami vicces üzenetet fogunk kapni, én még azt nem próbáltam egyébként. Before you choose your career, you'll want to learn some basic abilities. First, you should go into the basic training center. When you're done with basic training, proceed to the advanced training area. Igen, na most itt felajánlotta a játék, hogy ilyen kiképzést berészesít. Tehát van ez a basic training, ilyen alapvető cuccokat magyaráz el benne a játék. Meg van a ja, fejlettebb, tehát a fegyvereket. If you've completed basic training, you're ready for the advanced lessons provided here. Advanced training will familiarize you with the three key areas of military service. Weapons training, technical training, and psionics training. Így van. Approach the cyberlink booth of your choice to train in that area. Jó van. When you finish training in the three jó, areas, jó, jó. Proceed directly to the recruitment center. Én is elmondtam volna nekik, csak magyarul. Your military career. Shut the fuck up! Szóval, ugye a fegyverek, technikai oldal, illetve a pszich képességek. Hát a pszich képességek olyan, mintha ilyen varázslás jellegű cucc kombó. A technikai részleg az olyan hackkelés, módosítás, tehát a fegyvereknek a módosítása, javítása, ilyesmi. A fegyverek az meg kimondottan a lőfegyverek. Na most ezekre én a játék közben úgyis elég részletesen ki fogok térni. Most menjünk tovább. Here's where you make your choice, soldier. Here's where you enlist in one of the three branches of the military. Once you decide on your branch of service, there's no going back. A shuttle will take you to a UNN orbital space station, where you'll receive a briefing regarding your yearly postings. Good luck. Így van. Na szóval itt három részleget lehet választani, van az OSA, OSA. Hát ők elsősorban az ilyen pszionikus képességeket, pszionikus tanokat fejlesztik magukban. Én ezt, hát hogy a mágusok akarunk lenni a játékban, akkor célszerű ezt választani. A Marines, ugye a tengerészgyalogság, az kimondottan a fegyverekre specializálódott. És van a Navi, ez meg... az ilyen átmenet, tehát fegyverhez is ért, pszionikus tanokkal mondjuk nem foglalkozik, de elsősorban ilyen technikai cuccokat, tehát hackkelés, módosítás, javítás, ilyesmi. És most, mivel közepesen visszük a játékot, én ezt fogom választani, mert ezzel egy ilyen kiegyensúlyozott karaktert fogok tudni prezentálni nektek. És szóval nem lesz egy oldalú, egy síkú a cucc. Tehát fogok varázsolni is, lövöldözni, hackkelni, mindent. Majd meglátjátok. Na, megérkeztünk a kiképzőhajóra. Itt most 3 évet fogunk eltölteni, ami nektek persze csak egy pár percnek fog tűnni, hát nekem sem lesz azért 3 év. Kicsit hosszú videó lenne lerenderelni. Na, tehát első év. Welcome aboard the space station Chesapeake Bay, sailor. It looks like you've picked up some standard weapon skills at basic on Coronado Island. Így van. Now it's time for your tour of duty. Your tour will consist of 4 postings over 4 years. In this man's navy, you're given a choice of 3 different postings a year. It's up to you to decide what kind of career you want to have, so choose wisely. Just approach a shuttle bay to receive a briefing on a posting. If you think that posting is right for you, head into that bay to accept the assignment. Okay, köszönöm. De most elmagyarázta, hogy haladjunk szépen tovább, és akkor így lesz 3
kis bemeneti rész, ahol, amit választhatok, és ezt elmondják nekem majd további a instrukcióban, hogy, hogy ez konkrétan mi lesz a feladatom, és milyen bónuszokat ad. Tehát módosítás és egy erő, javítás és egy erő, hackkelés és egy erő. Na ezt fogjuk most választani, tehát alapvetően hackkelni azt tudni akarok, mindenképpen már kapásból, meg egy kicsit musklisodjunk, azért az is számít. Igen, jó, felszálltunk. Oké. Na, azt mondja, hogy küldetés, megnevezése, műveleti tiszt, nyereség plusz egy hackkelés plusz egy erő, 2112. február 13. Na, közben ezt a rágomat kiköptem. Szóval a kötelességei a UNN Lucilla fedélzeten véget értek, hasznos évet töltött el ott. Meyer vagy Major kapitány elégedett volt a munkájával, kivált kép a fizikai tréningen mutatott kezdeményező képességével. Egy barátságos zászlós mutatott néhány betörési trükköt a hajó elsődleges adattárába, míg az idő hátralévő részét a jó öreg gyúrással töltötte. Gyúrással. Plusz egy hack és plusz egy erő. Na hát ez jól fog jönni. Már is jöhet a második év. Általános fegyverek, karbantartás, kibernetikus affinitás. Én most a karbantartásra fogok menni, mert az nagyon fontos. Ugyanis nem túl hangos, remélem nem túl hangos lehet hallani a hangomat. Szóval a karbantartás az ugye a fegyvereknek a karbantartására vonatkozik. A kibernetikus affinitás, amit láttatok, az meg ahhoz jó, hogy minél magasabb szintű, a hackkelés annál könnyebben megy. Így nagyon leegyszerűsítve. Szóval 2113. február 11. A kötelességei a UNN Peace fedélzeten véget értek. Az egy évet minden gond nélkül töltötte le, kivéve, hogy az egyik fogoly egy menekülő kém volt. Az ezután következő események és a kém kivégzése közben jó sokat megtanult a karbantartásról az egyik hivatásostól. Nyereség plusz egy karbantartás. Harmadik év, és egyben az utolsó. Plusz két gyorsaság, állóképesség, kutatás. Hát én a kutatásra megyek. Kutatást választottam. Azért választottam a kutatást, mert ugye lesznek ilyen idegen, ismeretlen eredetű tárgyak a játékban, és akkor ezeket hát ki lehet kutatni. De mit tudom én, van egy ellenfél, legyőződ, kiveszed egyik szervét, ki elkezdett kutatni, és akkor így rájössz, hogy hogyan lehet legjobban megtámadni például, tehát olyan sérüléseket hogyan lehet neki okozni, és akkor mit tudom, plusz 25%-ig sérülés lehet bevinni neki, ilyesmi. Na! 2114. február 9. A kötelességei a Marie Curie kutatóintézetben véget értek, gratulálunk a katasztrófa túléléséhez, tengerész. Mikor a szabadtőrök eltávolítottak a biztonsági zárakat, és kiengedtek a vírust a környezet szabályzókba, maga volt az egyik a kevesek közül, akik időben biztonságos helyre értek. Mindazonáltal volt ideje megtanulni ezt-azt a kutatási technológiákról, mielőtt túlságosan meleg lett volna a helyzet. Nyereség plusz egy kutatás. Na és akkor most vezényelnek át a Rickenbackernek a fedélzetére. Soldier G654342, azok mi vagyunk. Get ready to become part of history. Igen, hát hogy milyen szerepünk van ott, azt számomra nem derült ki, lehet, hogy csak sima ilyen biztonsági őrök lennénk, nem tudom. Igen, most érkezünk meg. Ja. Tehát a Tau Cetiről jeleket fogott az űrhajó. Ott vagyunk mi, hibernálva. Kibernálva. Kibernálva is vagyunk, de hibernálva. Hú, mi az a ti kukac? Most már ébredezünk. És egyetlen egy probléma fog majd mindjárt bekövetkezni. Méghozzá az, hogy az emlékeinket elveszítettük. Legalábbis a, hogy mi történt a tehát a korábbi két hétben kb.
Jaj, ne! Hiba! Steady yourself, soldier. This is Dr. Janice Polito of the computer ops staff of the Von Braun. You're safe for the time being. You're recovering from the effects of surgery and will be unable to remember any of the events of the last few weeks. You're on board the starship Von Braun and something's gone very, very wrong. Some kind of force has hijacked this ship. That's why you volunteered to be implanted with some experimental cybernetic implants. Rely on your cyber interface. It just might save your life. You must find an elevator and come up to Deck 4 to meet me. Deck 4. Can you remember that? But keep your eyes open. They're after us both now. Na igen. Loading. Watch out. Na most volt egy bejövő üzenet, ezt most szándékosan átléptettem. Mindjárt szét fog robbanni. Az ott. Jaj, ne! Na. Nem is tudom. Jó lesz ez a hangerő. Most ezen vacalálok, hogy nem túl hangos-e. Szóval így néz ki a cyber interfészünk. Ugye lehet implantot behelyezni a testünkbe, amilyen különböző bónuszokhoz juttat majd hozzá. Ugye a fegyver, páncél és a leáltár. És akkor úgy működik, hogy tulajdonképpen mindenről lehet információt kérni. Tehát itt van például ez a kérdőjel. Ráviszem erre a eldobható karbantartó egységre. És akkor megnézzük, mi ez. A tüzértisztek mindenhol kinyilvánítják büszkeségüket, hogy az általuk használt karbantartó eszköz nem egy a hülye is tudja használni eszköz, ugyanis minél több a kezelő szakértelme, annál nagyobb az eszköz hatásfoka. Az eszköz csak egyszer használható, tehát magyarul ezzel a fegyvereinket tudjuk megjavítani, már hogyha a kiber, amit a javítási skillünk az elég magas. Na, akkor mentsünk is most egyet. Így van. Full HD-ben nyomom ezt az adást. A rendelési idő lehet egy picit tovább fog tartani, de hát Istenem. Vagy legfeljebb este bekapcsolva hagyom a gépet. Szóval ebből jöttünk ki. És az elmúlt 2-3 hétre nem emlékszünk. Na hát akkor menjünk, fedezzük fel a hajót. Igen. Mi ez itt? Francia kulcs. Nézzük meg, hogy mi ez a francia kulcs. Szabványos francia kulcs, melyhez semmilyen szakképzettség nem kell. Ugyan nem a leghalálosabb fegyver, de nem kellemes, amikor valakit fejbe vágnak vele. Hát ennél már csak egy feszítővas lenne jobb Half-Life-ból. Egyéb iránt haladjunk tovább. Bum! Energiamező szerencsére kint tartja a világűrt még egy darabig, de most tulajdonképpen az lesz a lényeg, hogy minél hamarabb kijussunk innen. És ha már itt tartunk, akkor egyébként ilyen bejövő üzeneteket fogunk kapni. Na jó, akkor elmagyarázok itt mindent. Tehát kérdőjel, mi ez itt lent? 2078-ban a Mazalai Egyetemen mutatták be az újszerű kísérletek eredményét, a Nanita alapú technológiát. A naniták mikroszkopikus gépek, melyek közel végtelen számú feladat elvégzésére programozhatók be, mint például replikációs rács felállítása, amelyen lehetővé válik szinte bármilyen objektum szabad szubatomi szinten való felépítése, valamint az emberi szervezetet támadó vírusok és baktériumok leküzdése. Más szóval, a naniták replikációs technológiával kombinálva képesek bármilyen anyagot előállítani. A UNN 2082-es törvénymódosításának hatására a pénzügyi tranzakciók átkerültek egy szilárd és szigorú nanita alapú rendszerre. Igen, egy hátránya van ennek a Full HD-s cuccnak, hogy kicsik a szövegek. Na, ezek a kibernetikus modulok, ezekért cserébe fogjuk tudni fejleszteni a skill pontjainkat, tehát a képességeinket. A kibernetikus modulok programozható RNS adatbázisok és elektromos agyhullámok keverékét tartalmazza, melyeket a test kibernetikus fejlesztésére lehet használni bármely a Trioptimum tulajdonában lévő fejlesztő egységnél.
Az így megszerzett képességek csak néhány hétig tartanak, habár ezek rendszeres használata, valamint megterhelő körülmények között a hatás tartósabbnak bizonyulhat. A No magazin 2111. júliusi véleménye szerint Úristen, tele volt mindennel pakolva, még sosem láttam ilyet azelőtt. Vajon mennyi maradt meg régi önmagából? Nehéz megmondani. Egyébként ez a Deus Ex-ben is már felmerült. Yeah. Játék elején egy ilyen párbeszédet lehetett hallani. Na, miről lehet itt még kérdéseket feltenni? Erről a kis mini-diszkről. Ezt a szoftvert arra fejlesztették ki, hogy a felhasználó könnyedén hozzáférhessen beérkezett üzeneteihez, e-mailjeihez és még számos egyéb fájlformátumhoz, .map. A hajó passzív szenzorai segítségével a PDA fedélzetek szerinti sorrendbe rakja az üzeneteket. Így van. Kártya leolvasó. Ezeket a kártyákat arra használják, hogy a hajó kritikus rendszerét elzárják a többi részlektől, megtévesztő módon ezek az alacsony technológiai színvonalúnak látszó lehúzós módszerrel működnek, ám ezek háromszoros fraktál azonosítót rendszerrel készülnek, a kártyák másodpercenként 50 000-szer változtatják meg a belső kódjukat, ráadásul egymással szinkronban, így szinte képtelenség őket hamisítani. Igen, hát majd lesznek olyan helyek, ahol csak kártyával lehet bejutni. MFD. Erről nem lehet. Ez a jobb felső sarokban van egyébként, ezt most ti lehet nem látjátok. De fogjátok látni, mert eltüntetem akkor most a videóképet egy rövid időre. Hát itt vannak ugye. Ezt most azért nem olvasnám fel, hogy mi úgyis nagyjából tudjátok, gondolom. Tehát van az erő, ugye kitartás, pszichonikus képességek, mozgékonyság, meg a Cypher. Ez a Cypher-t azért felolvasom, a kibernetikus affinitás megnöveli az esélyét a sikeres hackkelésnek, javításnak és módosításnak, és ugyancsak csökkenti a veszélyes robbanó csomópontok számát, ugye a hackkelésnél jön ez elsősorban elő, tehát vannak az általános statisztikáink, akkor van a touch, tehát ugye tudunk hackkelni, fegyvereket javítani, módosítani, karbantartani fegyvereket, illetve van a kutatás. Harci képességeknél van a standard fegyverek, energiafegyverek, nehéz fegyverek, exotikus fegyverek, és a pszichonikus képesség, tehát a pszichtanok közül ugye van 5 darab iskola. Ezeknek a kifejlesztése ugye egyre több Cypher modulba fog kerülni. Valószínűleg ebből az első kettőt fogom majd főként bemutatni, mert itt vannak talán a leghasznosabbak. De mondjuk mit tudom, 5-ös szinten már olyat lehet, hogy az agyunkat felhasználva ilyen fizikális falat lehet felhúzni, szóval ezek már eléggé brutálisak. Na, ebből kilépve, van egy térkép funkció is a játékban, tehát nagyon összetett, csak azért magyarázom most ezt el, majd már későbbiekben gyorsabb lesz a játékmenet. Tehát itt szépen ugye mindent mutat a játék, hogy most éppen hol vagyunk, és egy minimapot is be lehet kapcsolni, ez most nekem a jobb felső sarokban jelent meg. Ezt nem fogjátok látni, de ez nekem némi segítséget fog nyújtani. Hatalmas hajóról van szó egyébként. Na és hát most még nem nagyon vagyunk ellátva semmivel, úgyhogy menjünk. Ja, igen, és akkor most jött is egy üzenet. Egy e-mailt kaptunk, sérült hajó. Azt mondja, hogy Politó küldte, sérült hajó. Vigyázz, különös értékeket kapok attól a radar tányértól kint az ablak előtt. Biztosan destabilizálta egy mozgás fedezékbe, amit ugye most így az elején hallhattunk. Na most egyébként itt ilyen logokat is fogunk majd keresni, tehát találni játék közben ilyen személyzet így naplószerűen rögzíti a cuccokat, és akkor azokat ilyen bejegyzés formájában majd fel fogom olvasni nektek. Illetve van ilyen notesz, tehát hogy a feladatlista, tehát menj a 4-es fedélzetre és keresd meg Dr. Politót. Egyébként Dr. Politóról elég érdekes dolog fog majd kiderülni később. És van egy ilyen help részleg, ez pedig a játék elején, illetve hogyha valami újdonságba ütközünk, akkor a falon ilyen panelek formájában jelennek meg ilyen segítő panelek, és azokat aktiválva ilyen segítséget nyújt a játék, hogy most éppen mi mire szolgál. Na, menjünk tova. Na most vajon mit mondott? Nyomáscsökkenés. Nem sokára az egész szektorban leesik a nyomás, és a kék vákumpajzs nem tart ki soká. Juss át a zsilipkamrán egy biztonságos szektorba, mielőtt kirepülsz az űrbe. Mozgás! Nem tudom, mert nagyon hangosnak tűnik nekem. Kicsit visszább veszem. Na, elnézést, hogy ennyit tökölök itt az első részben. Csak azt akarom, hogy jó legyen.
Na tehát most elvileg mindjárt beszakad az a energiapajzs. Ez itt. És hát ez csak üvegből van, de ott az, amit az előbb mutattam, hogy az beszakar, akkor ugye nem lesz levegő itt ebben a részlegben. És ami azt illeti, a vákum az a világűrbe kiszív minket, úgyhogy itt érdemes gyorsan haladni. Na ezekről a panelekről beszéltem. Tehát itt nagyon sok szöveg van, most ezt ettől megkímélek titeket, hogy ezt felolvasom. Úgyis majd játék közben minden magyarázni fogok. Na itt egy beléptető kártya, így néz ki. Most felvettük. És most már be tudunk jutni! Oh yeah! Számkód. Na most itt ugye tudni kéne a kódot. De hát mivel nem tudom a kódot, ugye? Meg is lehetne hackelni, hogyha tudnám. És ami azt jelenti, tudom is. Itt kiírja, hogy 3 nanitába kerül. Ilyen most még nanitám nincs, tehát végülis hackelni ezért nem tudok. Meg itt kiírja azt, hogy a kezdeti nehézségi szín 80%, hackelési képesség 1, ez mínusz 10% nehézség, kiberképesség az 1-es szinten van, tehát mínusz 5%, végső nehézségi szín 65%, 9 AS csomópont, ez meg olyan, hogy ezeket a kis bigyókat kell itt összekötni, és hogy a 3 vagy 4 összekötéssel kerül sikeresen, akkor kinyílik az ajtó, vagy kinyílik a láda, vagy egy biztonsági rendszerű feltörésre kerül, tehát ez így működik, és vannak csomópontok, amit hogyha rákattintok, akkor olyan 50% eséllyel robban. Tehát hogyha azt beaktiválom, akkor mit tudom én, beindul a riasztó, vagy elromlik a zár, és akkor már csak a rendes kód bepötyögésével lehet kinyitni, tehát ez egy ilyesmi. De szerencsére itt a játék elején még az úriembertől elveszük ezt a kis PDA-ját. Meg is hallgatjuk. Amanpour 07. július 14. Nagyszerű, már megint meg kellett változtatnom a hibernációs szektor belépő kódját, mintha nem lenne épp elég dolgom. Szerintem Grassi élvezi, ha eláraszthat a munkával. Az új kód 4500. Ezt elég könnyű megjegyezni. Egyébként ezzel a 4500-al kapcsolatban van egy elég vicces sztori. Még annó a 90-es évek végén a Looking Glass Studios-szal, ugye, akik csinálta ezt a játékot, egy riporter készített interjút. És az irodaházba, amikor ment, akkor ott egy ilyen számkódos ajtóval kellett bejutni. És akkor mivel ő játszott korábban a System Shock 2-vel, emlékezett erre a 4500-as kódra, és bepötyögte kíváncsiságból, kinyitja az ajtót, és kinyitotta. Fejlesztők elemükben voltak. 4500. Voilà. What the hell? What the hell is happening? Ah, hölgyem. Ah, hát te meg hogy nézel ki? De kukacfejű. Na jó, haladjunk tovább. Warning. Decompression event imminent. Please move immediately to cryo recovery B. Decompression event imminent. Pofámba fújja ezt a cuccot. Igen, tehát így mindig, amikor bejátszol, akkor egy gombbal le tudom állítani, hogy fölöslegesen ne hallgassuk. És akkor felolvasom nektek mindig. Tehát Polito, július 14. Ez az energiacella lemerült. A közelben kell lenni egy energiatöltő állomásnak. Használd és minden energiafüggő eszközt fel fog tölteni, a cellát is beleértve. Miután feltöltötted, helyezd a cellát a tartalék energiaelosztóba, így kinyílik a zsilip. Csináld gyorsan, a kék pajzs már alig bírja. Tehát itt konkrétan, amiről Dr. Polito beszélt, az ugye ez. Ez egy ilyen energiafeltöltő, tehát feltölti a fegyvereimet, energiafegyvereket, akkor ilyen elemeket lehet vele feltölteni. És ugye most ezt kéne ide berakni, hát akkor töltsük is fel. Haha! Na most, itt van egy trükkös dolog. Hogyha most ezt így kitámasztom, akkor ez nem fog tudni bezáródni. Most ennek annyi értelme van egyébként, ez egy csalás, mert ennek a ajtónak elvileg be kéne záródni ahhoz, hogy a vákum ne szívjon ki minket erről a helyről, tehát magyarul a vákum ne terjedjen tovább a részlegnél, ez az ajtó lezárja. Na most itt elvileg, hogyha kitámasztom, akkor majd a későbbi pályák egyikén majd vissza kell jönni, és itt fel lehet tölteni egy ilyen elektromos energia egységet, tehát egy pontosan egy ilyet, mint ami itt van, és akkor úgy lehet majd tovább jutni. Na most, hogy ez egy ilyen tulajdonképpen rövidített menet, tehát nem kell majd a hajónak egy másik részlegébe elmenni ahhoz, hogy feltölthessem, hanem ide-vissza lehet menni. Na de most ne csaljunk, most ezt kiveszem. Erre nincs szükségem, köszönöm szépen. És ugye kaptunk megint egy bejövő üzenetet, fejlesztő egységek. Jó,
Sikerült kijutnod, mielőtt az egész terület légmentesedett volna. Épp most töltöttem fel számodra néhány kibernetikus modult, melyeket a kibernetikus képességeid javítására használhatsz fel, bármilyen fejlesztő egységnél. A következő szobában 4 fajta fejlesztő egységet találsz, ezekkel fejleszthetett különböző kibernetikus adottságaidat, fizikai képességek, pszichiképességek, fegyverképzettség és technológiai képzettség. Vigyázz, mire költesz, nehéz kibermodulokat szerezni. Igen, most átküldött nekünk 4 darabot. Ezt jó alaposan át kell mindig majd gondolni, hogy mire használjuk fel. Jaj, kicsit iszok már egy kortyot. Igen, még hozzá kell szoknom ez a System Shock 2-höz, mert a Blood végigjátszások azok alapvetően máshogy történtek. Van ez a láda, na ez a nanita, 20 darab nanita. Ez itt tulajdonképpen ilyen általános fizetőeszköz. Ahogy azt már ugye kiderül de korábban. Hopp, egy újabb hulla, 10 nanita. Attention, figyelem. Hát igen, nagy gáz van a hajón, ez tény és való. Így. Fussunk, hagyd lobogjon a hajunk. Na, itt vannak ezek a fejlesztő berendezések. Hoppá, 4 kibermodul. Igen, itt jöttünk volna ki. Na, hát akkor én amondó vagyok, hogy fejleszünk egyet. Ugye, hát a karbantartás az eléggé fontos, mert hogyha a fegyvereink eltörnek, akkor a használhatatlanná válik. Na most én... Hát nem is tudom, hekkelésre vagy karbantartásra. Hekkelésre fogok most rakni. Mert az fontos. És maradt 3 kibermodulunk. Na, egyébként normál fokozaton vagyunk, tehát... Ja, többségét azt ki tudom majd fejleszteni szépen. Nem kell ettől félni. Grassi. Címzett Polito, Dr. Janice. Hey, Doki! Egy biztonsági robot jött a magától hozott parancsal, hogy tegyük ezt a katonát a hibernációs kamrába. Nem vagyok kiberdoki, de felismerek egy implantot, ha látom. Gondolom tudja, hogy az R-osztályú kibercuccokat betiltották azután a fiaskó után a Citadella állomáson. De én csak itt dolgozom, nem igaz? Hát így van, te itt csak dolgozol. Köcsög! Egy kis pici mini robbanás a falban. Igen, utalás volt ugye az első részre, a Citadellára. Chemcal gyógyító injekció. Nézzük meg, hogy ez mire képes. A Chemcal gyógyító injekciót kisebb sérülések gyors kezelésére készítették, a befecskendezett gyógyító hatású enzim felméri a beteg állapotát, és annak függvényében megváltoztatja az injekció kémiai összetevőit. Az injekció tartalmaz továbbá általános fájdalomcsillapítókat és alvadásgátlót. Súlyos esetek kezelésére nem ajánlott. Az egyetlen hátulütője a dolognak az a hatalmas tű, ami miatt 12 éve majdnem vissza kellett hívni az összes gyógyinjekciót. A TRIOP jogi csoportjának csak kemény pereskedéssel sikerült elkerülni ezt a valószínűleg sokba kerülő esetőséget. Tehát magyarul életerőpontokat gyógyít vissza. A H betű megnyomásával egyébként tudom aktiválni. Itt egy meghekkelhető ajtó. Na, most már vannak nanitáink, úgyhogy hekkeljük meg. Reméljük sikerülni fog egyből. Ez a ezért pont. És pont sikerült. Necces volt, mert hogyha nem sikerült volna, akkor már csak a kóddal lehetett volna kinyitni. Vagy lehet, hogy ezt az ajtót nem is lehet kinyitni sehogy, mert vannak olyan kódos ajtók, amihez egyébként nem lehet megtalálni a kódot játék közben. Na, mit találtunk itt? Szóval, a Krigon gyár izomnövelő implantátuma egyel növeli meg az erőt, 10 másodpercenként használva fel energiája 1%-át. Az implant nem tartozik semmilyen doppingszer kategóriába, ugyanis gyógyszeres stimuláló anyagok helyett mágneses és elektromos impulzusokkal stimulálja az izomzatot. De magyarul ezt berakom ide. 3 plusz tárhely plusz egy picivel nagyobbat tudok ütni. Nem egy rossz dolog.
Amíg olvasok, addig ezt kiveszem. Ez micsoda sebességnövelő? A VitaHib sebességnövelő injekciója duplájára növeli a felhasználó sebességét 20 másodpercre. Rendkívül népszerű a középiskolai diákok körében, mivel remekül használható az új sporthoz, a borizonáláshoz, valamint felbecsülhetetlen a gyógyászat számára is, vészhelyzet esetén. Ja, úgy el tudom képzelni, hogy ott nagyban focizás közben egyszer csak így jó karomba döfök egy ilyen marha nagy tűt, és akkor na, én vagyok a csatár. Köcsögök, én vagyok a csatár, köcsögök. Na de menjünk tovább. Szóval, tulajdonképpen a 4-es fedélzetre kell eljutni. Menjünk fel ezzel a lifttel. Fedezzük fel a fedélzetet. Infectious biohazard. Fertőző biológiai hulladék. Lehet sétálni is a játékban. Nyújts! Hopp, egy belépőkártya. Na, ezek mik voltak? Ugye felolvassuk. Growth pattern. Növekedési minta. De vajon minek a növekedési mintája? Na nézzük meg, miket vettünk fel. Kérlek, alásan. Psi növelő injekció. A psi növelő injekció feszültség enyhítők, dopamingátlók és keringésjavítók hatásos keveréke két tartalmazza. Egy adag 30 psi pontot képes regenerálni egészen a felhasználó maximális psi értékéig. A szövetségi közegészségügyi szolgálat figyelmeztet, hogy a psi növelő injekció függőséget okozhat és veszélyes lehet az egészségre. Ne felejtse el, hogy a gyártó egy különleges újszerű eljárással lehetetlenné tette a psi injekció lemásolását azok számára, akik rendelkeznek a molekula kettőzés nevű psi képességgel, így védve saját egyeduralmát a piacon. Tehát magyarul nem tudunk csalni. Mert lesz egy olyan psi képesség, amit ugye kifejlesztünk, akkor tárgyakat tudunk lemásolni a tárgylistánkban, és hát kivéve a psi injekciót, mert hogyha azt le tudnánk, akkor tulajdonképpen bármennyi tárgyat tudnánk ugye létrehozni. Mert hogyha elfogy a psi, akkor bedrogozzuk magunkat ismét, szóval egy ilyen dolog. Kicsit fárasztó ilyen sokat beszélni. Az elmúlt század óta a sörétes puska patronja nem sokat változott, egy kis darab, nagy tömegű fém darab, amit nagy kinetikus energiával lőnek ki. A sérülés okozásának régi, jól bevált receptje. Hát igen. A vákum bögre egy feltöltéssel 3 évig melegen tartja a meleg, hidegen a hideg italokat. A bögre fölötti polarizált erőtér megakadályozza a hőcserét és a benne lévő folyadék véletlen kiömlését. A bögre anyaga erős polimeri dus ötvezet. Azon tárgyak egyike, amit nem tudunk felhasználni. Jól kiütötte a monitort. Na jó, az injekciókat azt valószínűleg ide fogom gyűjteni, a lőszert pedig ide. Oké, mehet akkor be az implant, és akkor menjünk tovább. Hopp, egy szellemkivetülés volt. Ezt is a kibernetikus interfészünk miatt tudjuk érzékelni őket. Tehát korábban nemrég meghalt embereknek a ilyen lelki kivetülése. Utolsó néhány szavát lehet hallani. Na, igen, ez egy fontos eszköz lesz. Ugye felolvasom, hogy ez micsoda. Psi erősítő. A TRIOP fontos katonai K&F részlege, az ESPER üzem fejlesztése, ez a nagyport kavart berendezés, mely segítségével a pszichonikus képességekkel rendelkező egyének felerősíthetik és külvilágba vetíthetik az erejüket. A psi erősítő kifejlesztése előtt a pszichonikus erő csak egy laboratóriumban kimutatható jelenség volt. Az erősítő elfojtja és meggátolja a psi jelenséggel járó szétszóródási problémákat, valamint lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a vele született pszichonikus erőit kihasználhassa. A berendezés botrányos fogadtatásra talált a psi közösségen belül, főleg a nyilvánvaló katonai alkalmazása miatt. De azért is, mert az erősítők pszichonikus tanokat jelöltek ki egy néhány sajátságos és általában hasznos irányban. Tehát magyarul az erő legyen veled típusú cucc,
Csak hát most ezt még nem tudjuk használni, mert ugye ezt a képességünket nem fejlesztettük még ki. Tehát marad a jó öreg csavarkulcs. Igen, hát ez egy ilyen lassabb játékmenet lesz. Na mi van ott? Hó! Lőszer! Meg sebességnövelő injekció. Na megpróbálok átugrani. Gyorsan visszatöltjük. Anyár! Na végre sikerült! Jéééécs! Na. Tehát... Lőszer! Pisztolylőszer! Ez a 45-ös kaliberű töltény tömör acélköpennyel van borítva, így biztosítva átlagos megállító erőt. Ennek a lőszertípusnak az a legnagyobb előnye, hogy rendkívül olcsó, ezért bárhol olcsón meg lehet kapni. Egy célpont sem teljesen sebezhető, vagy teljesen ellenálló ezzel a töltényjel szemben, mert ugye különböző tölténytípusokat fogunk majd találni a játékban, tehát lesz olyan, ami kimondottan húsvér ellenfelekre jó, lesz olyan, ami robotokra, meg ez egy ilyen általános, amit most így felszedtünk. Ja, most akkor megint visszakerültünk erre a szintre. Hívok egy taxit. Menjünk fel lifttel. Igen, tehát odaugrottunk át. Na. Igen, itt is voltunk már. Hát akkor menjünk tovább. Egy kis 20 nanit a felvéve. Beindult a zene. Gyere! Gyere, Bloodon nevelkedtem! Hát igen. Na, itt van ismeretlen objektum. Ez a lénynek az egyik szerve egyébként, amit most felvettem. Nézzük meg, hogy mi ez. Ki lehet kutatni jobb kattintással. Azt írja, hogy ez egy pépes, vese alakú szerv, ami a hibridek legfontosabb életfunkcióit irányítja. Kutatáshoz szükséges vegyszerek, semmi. Hát itt szépen meg kell várni. Ez annál gyorsabban történik egyébként a kutatás, minél magasabb szintű a képességünk. És akkor vannak olyan tárgyak, amiket csak úgy lehet kikutatni, hogyha valamilyen vegyszert még hozzáadagolunk. Most ezt szépen megvárjuk. De közben felolvasom, hogy ez mi a rosebb. Egy doboz szóda. A szódát a korai 20. században találták fel, ami egy cukor és széndioxid tartalmú üdítőital. Noha ez és az ehhez hasonló italok rendkívül egyszerűek, mégis egy rendkívüli módon elfolyult viszályt szítottak két rivális nagyüzem között, nevük kiadást az UNN információs 234 FD34-es számú rendeletbe tiltja. A hálózaton terjedő pletykák szerint ezek a viták már fizikailag is manifestálódtak, mint például utcai verekedések formájában, vagy a 2023-as hírhet partmenti palackgyár elpusztításában, melyet nem bizonyítottan felbérelt zsoldosok követtek el. A UNN már fontolóra vette, hogy amennyiben az összetűzések nem fejeződnek be, záros határidőn belül a két gyárat bezáratja. Magyarul, hogyha megiszom, akkor egy életerőpontot gyógyulok. Na közben befejeződött a kutatás, eredmény, megtanultad, hogyan célozd a hibrideket úgy, hogy 25%-kal nagyobb sebzést okozzál. Analízis, a DNS szerkezet arra utal, hogy ez a lény egy emberi gazdatest és egy parazita organizmus keveréke. Noha a közel 1 méter hosszú parazita elemzése már lehetetlenné vált a nagyfokú mutálódás miatt, a keveredés hatásai egyértelműek. A jelentős mértékű elmebeli változások a gerincoszlop menti daganatszerű növekedés hatására következtek be. A nem emberi szövetek féregszerű összetett szervekké váltak, melyek alkalmazkodtak a gazdatesthez és átvettek annak fő motorikus és döntéshozó funkcióit. Ugyancsak valószínű, hogy ez a féregszerv stimulálja az ideg és hormonrendszert, így a hibrid kivételes adrenalin és endorfin termelése képes, így téve szert jelentős erőre és agresszivitásra. Ami a testből megmaradt, az már a nagyobb jóindulattal sem nevezhető embernek. Az egyesülés hatása végleges és visszafordíthatatlan, a kialakult lény nélkülöz minden emberi érzelmet, így a könyörületet és habozást is.
Javaslat: az organizmus ugyanannyira sebezhető, mint egy ember, noha a lény bonyolult fiziológiai változásait még nem ismerjük pontosan. Hasonló szervezetek további szkennelése további betekintést engedne erre a rejtélyes kutatási területre. Annyi bizonyos, hogy a hibrid rendkívül veszélyes, valószínűleg ugyanolyan táplálkozási szokásai vannak, mint az embernek, és nagy valószínűséggel nem vetik meg az embernek, vagy akár más hibridek húsát sem. Hús, ezt kikutattuk, már el is lehet dobni. Tehát 25%-kal nagyobb sebzést tudunk bevinni. Na most nézzük, törjük fel ezt a ládát itten. Hack. Start. Na, mukodj. Yes! Lőszer és nanita. Na. Ennek a segítségével ki lehet iktatni a biztonsági rendszereket is egyébként, de most erre nincs szükség. Na lássuk, mit szereztünk. A kora 21. században a Ripirop burgonya szirmot szavazták meg a UNN népszerűbb fogyasztási cikkének. A Ripirop szeletált és dihidrogenizált olajban sült burgonyából készült. Ezt gyakran egészítik ki különböző vitaminokkal, hogy növeljék az amúgy is megkérdőjelezhető tápanyagtartalmat. Hogyha finom chipset akarsz enni, menj el Ripiropot venni. Edd akár szemenként, vagy két marokra, a Ripirop sosem hagy a bajba. A Ripirop 2111-es Neuronet reklámja. Egy életerőpontot gyógyít egyébként. Nézzük, egy palack szeszes ital. Már a 21. század elején kezdtek megjelenni olyan italkészítmények, melyekbe az alkohol hatását utánzó hatóanyagokat kevertek. Az alkohol káros mellékhatásai nélkül. Míg ez az italfajta rohamosan terjedt a szegényebb vásárlói körökben, addig kialakult a valódi piakedvelők tábora is, akik elutasították az új technológiát, annak gyenge mi voltára hivatkozva. Az utóbbi időben azonban megjelent egy közel 330 faktoros szintoholos ital is, amitől ezeknek a megrögzött piásoknak a meghódítását várják. Az eddigi eredmények kedvezőek, ez a kerítés szaggató épp úgy lerészegít, mint egy kitűnő skót whisky. Hát ennek annyi értelme van, hogy életerőt gyógyít néhány pontot, viszont a pszi pontjaimat jelentősen visszaveti, úgyhogy ezt hanyagolni fogom. A valóságban sem szoktam egyébként piálni, úgyhogy ezt hanyagoljuk. De sokat fogok olvasni. Miért nem hallgat rám senki? Világos, hogy a Xerxész biztonsági rendszer még kiforratlan, valami idióta betört az elsődleges adatállományba és átállította Xerxészt, hogy Elvis Presley dalokat énekeljen 3 órán keresztül. Végül az egész hangalrendszert ki kellett kapcsolnom. Mégis mi történne, ha valaki pusztító szándékkal törne be? Igen, Xerxész egyébként ennek a hajónak a biztonsági rendszere. Mesterséges intelligencia. Oh yeah! Hallok valamit. Oh, fejem! De fejbe vágott ezzel a csővel. Újabb olvasnivaló. Rég olvastam. 4:30-kor hívtak, hogy segítsek kirakodni a Tau Cetiről visszatérő űrkompot. Egyedül Korekin volt ott. Jézusom, mi történt vele? Majdnem az összes haja kihullott, és ha láttad volna azokat a kinövéseket a nyakán, és ez a bűz. Mondtam neki, hogy meg kellene nézetnie Dr. Watts-szal. Erre azt mondta, törődjek a saját dolgommal. Nos, ahogy akarja. Hát igen, baj van a hajón. Nagyon nagy baj van a hajón. Igen, pszichi-injekció. Életerő injekció, yes. Hopp, valaki nem bírta elviselni, hogy vége a Blood sorozatomnak, úgy látszik. Ne aggódj, haver, lesz majd Death Wish. Nincs nálad semmi. Na, kaptunk egy e-mailt. A legtöbb fedélzeten van egy kvantum molekulai felépítő testregenerátor, melyet Xerxész ugyan kikapcsolt, de én titokban visszakapcsoltam.
Használatukhoz meg kell érintened a mintagyűjtő interfészet, így biztosítva a tested regenerálásához szükséges mintát. Miután aktiváltad, a gép képes lesz molekulánként újraépíteni a tested, hogyha esetleg meghalnál. Habár ez nem túl kellemes, de még mindig jobb, mint lassan elrohadni. Tehát magyarul ezt most így bekapcsolom. És ennek az a lényege, hogy ha meghalok, akkor kb. 10 nanitáért hát így vissza tudja építeni a testemet. Tehát hogyha meghalok, akkor itt újjá születek gyakorlatilag. Hát ilyen checkpoint rendszer. Ezt gondolom azért tették a játékban, hogyha mit tudom én, ilyen konzolos rendszerekre át akarták volna írni később a System Shock 2-t, akkor lehessen, tehát ilyen checkpoint rendszerrel megoldani. De egyébként nem írták át más konzolra, ezt csak tudtam, ma a PC-n érhető el. Remember Citadel. Sajnos feliratozás nincs a játékban. Nyilván egyszerűbb lenne, hogyha értenétek, hogy miről van szó. Na, egy pisztoly. Olvassuk el, hogy mi ez a tárgy. Még soha nem láttam ilyet. A pisztoly használatához első szintű általános fegyverek szakértelemre van szükség, a fegyver mindkét módosítása szintje növeli a sebzést, az első ezen kívül megnöveli a tár méretét, a második lecsökkenti az újratöltési időt. A Trioptimum katonai részlege által kifejlesztett Talon M2A3 pont, tehát 45-ös kaliberű pisztoly, az a UNN katonai haderejének alapszolgálati fegyvere. 23 évnyi szolgálati használat után a fegyvert többféle lőszertípus befogadására is képessé tette, mint például az alap acélköpenyes, vagy az urániumhegyű páncéltörő, sőt még a nanita alapú személyellenes is. Van a speciális, az automata tüzelési módhoz hasonló lövési módja is, melyet gyors, egymás utánban három lőszer lőhető ki. Hát magyarul van a sima lövés, és van a hármas lövés. Jua. Most szépen visszatöltöm. Egyébként eléggé zavaró, hogy a háttérben megy ez a zene, meg a hang is. Remélem, hogy nem hallatszik annyira nagyon bele nektek. Még szinte kiabálva kell beszélnem ahhoz, hogy halljam a hangomat. Csak azért beszélek mégis így, mert ugye onnan jön a hang, tehát a mikrofon főleg a ilyen beszédhangomat fogja valószínűleg felvenni. Na, tehát itt egy ilyen gép. Ebből lehet különböző tárgyakat kivenni, persze nanita alapon, tehát mondjuk egy ilyen chips az 3 nanitába kerül, de hogyha meghekkelem, amihez egyébként 3-as hack képzettség kell, akkor valamivel olcsóban is hozzá lehet jutni ilyen cuccokhoz. Hát most ezt még hagyjuk. Megeszek közben egy chipset, mert az életerőm egy picit lejjebb ment. Ők Xerxész. Ja igen, és a fegyvernek a szintjé, tehát hogy mennyire jó, az kiírja ott fent. De egyébként itt ez a szám is jelzi azt, hogy milyen értékű, tehát úgy értve, hogy ha ez lemegy nullára, akkor konkrétan eltörik, és akkor már nem lehet használni tovább. 10-es szint a max. Na most van egy ilyen javító eszközöm, de ezt még nem akarom igénybe venni, majd egy picit felfejlesztem a javító készségemet, és akkor egy felhasználásával több pontot is lehet javítani a tárgyon, mármint a fegyveren. Hopp, egy biztonsági kamera. Nem tudom elérni Delacroix-t. Ez a hely kezd szétesni. A csapatom tagjai folyamatosan tünedeznek el. Az átszakadt szellőztető alagutak miatt kiégett az elsődleges belépő csatorna. Ez azt jelenti, hogy tartalék energián leszünk, míg vissza nem kapcsoljuk. Vagyis egyik felvonó sem működik. Maria, hol a francban vagy? Igen, közben kaptunk egy e-mailt is. A hajó biztonsági rendszerét Xerxész irányítja. Kerülj el, vagy pusztíts el minden biztonsági kamerát, amit csak látsz, ha elég képzett vagy. Meghekkelheted a biztonsági rendszert is, így a kamerák ideiglenesen kikapcsolnak, de el ne szúrd, mert azzal te magad aktiválod a biztonsági riadót. A hulláddal nem tudok mit kezdeni. Hát igen, ezt most itt szépen szétverjük. Egy biztonsági gép. Na most kéne valami páncéltörő lövedék. Nagyszerű.
Ezt behelyezzük. A blados reflexeim. Erőnövelő injekció. Az erőnövelő injekció egyel növeli meg az erőt 5 perces időtartamra. Azt pletykálják, hogy a VitaHib, az erőnövelő gyártója elad olyan típusú növelőket is, amelyek implantszerűen beépíthetők a testbe, elsősorban sportolók számára, ami természetesen rendkívül illegális. Na, lemerült az izomnövelő implantátum. Hát igen, ezt majd vissza kell töltenem, hogyha használni akarom. Jó. Azt hiszem, csak akkor fogok beszélni, hogyha valamit fel kell olvasni, mert a torkom az már most ki van. Na, ott van még lőszer, úgy látom, nekifutásból megpróbálom elkapni. Oh yeah! Na most már van egy kis lőszerünk. Jó. De a fedélzeti szállásra nincs belépőkártyánk, azt még meg kell szerezni. Mi ez, vodka? A vodka az egyetlen lepárlással készülő ital, amit a replikátorok sosem tudnak tökéletesre csinálni. Ugyan a replikált vodkák rendkívül erősek, egy éles szúróérzés megakadályozza maradéktalan élvezetét. Hát akkor ezt dobjuk. Szöveg van ebben a játékban. Az a szerencsétlen számítógép Xerxes kikapcsolta a felvonókat is. Az egyes fedélzet hajtóművét hajtóműmag vezérlőjével irányíthatsz át energiát a felvonókhoz, így az megint működni fog, viszont még nem tudsz lejutni ide, amíg nem működnek. Várj, van egy karbantartó alagút, pont ezen a folyosón, azon keresztül elérheted az egyes fedélzetet. Ahogy látom, kóddal van lezárva, és Xerxes miatt nem férek hozzá. Dr. Watts biztosan tudja a kódot, azt hiszem a legénységi A szekcióban van. Grassinak van oda belépő kártyája, de ő most az orvosi részlegben van, valahol a Bonds teremnél. Menj oda és keresd meg. Jó. Hát igen, a lift az tényleg nem működik. Kémiai cuccok. Azt mondja, hogy minden fedélzeten van egy vegyszerraktár, ahol megtalálhatod a kutatásaidhoz szükséges vegyszereket. Ne próbáld meg magaddal vinni egyszerre az összes vegyszert, ez teljesen fölösleges. A kutató szoftvered majd megmondja, milyen vegyszerekre van szükséged és mikor. Kémiai vegyszerek leltára. Hát igen, itt felsorolja, hogy mi van itt. Ebben a laborban. Még egy pisztoly. Ez 6-os, ez 5-ös. Van egy ilyen lehetőség, hogy jobb kattintással lehet így unloadolni. És akkor a töltény az bekerül a leltárba. Nem lesz rá szükség, mert elég egy pisztoly. Majd megjavítom, hogyha már törik. Most úgy emlékszem, ja nem, nem volt még semmi. Kutatási tárgy. Lőszer. Lelőttelek. Ott egy töltő. Pszichi-injekció. El van töltve. Ha ezt kilőném, akkor lehet, hogy felrobbanna. Hát, az nem sokat ért. Akkor marad a barbár módszer. Na,
Na. Haha! Lezúzlak, köcsög! Na már csak te vagy hátra, köcsög! És nehogy a pofámba robbanjál, kicsit hátrébb megyek. Nesze! Nesze! Ha! Jó erőben vagyok, he! Időnként van benne lőszer, de most nem találtam. 10 nanita. Kettő kibermodul, yes! Most már megint tudunk fejleszteni. Így... másszunk fel. Vissza is megyek, fejlesztek egy kicsit. Ja, lehet, hogy a zenét azt ki fogom venni, mert az engem marhára zavar így. Így beszéd közben. Na. Na jó, akkor egy karbantartást fejleszünk. És akkor ez azt jelenti, hogy ha ezt most berakom a fegyverbe, akkor 6-osról 8-asra fog ugrani az állapota. Na, ez már elég jó. Oh yeah! Hát igen, picivel komplikáltabb, mint a Blood. Közben időnként mentek egy nagyot is. De legyen gond. Meg van ilyen gyors mentés is a játékban, azt is szoktam nyomni időnként. Na jó, akkor... hol nem voltunk még? Aha, ott egy kamera. Na, gyorsan meghekkeljük. Haha, nem látsz. Egy majom. Nesze te majom, haha. Mióta a Tau Ceti 5-höz érkeztünk, a csimpánzók különösen viselkednek. Lószer nővér miatt kivett egyet a ketrecéből, hogy felboncolja. Erre a többi, mármint az egész csoport két lábra álltak és üvöltöttek. Ez nem egyszerűen véletlenszerű reakció volt, szabályosan tiltakoztak. Antitoxin injekció. Ja, megnézzük, hogy ez mi. Jó, nézzük meg, hogy mi volt ez. Szóval, a VitaHib mérgezés elleni injekció gyorsan és hatásosan szabadítja meg a szervezetet a veszélyes anyagoktól. Túl sokat ivott? Próbálja ki! Gyermekek, idős polgárok, terhes nők és gyógykezelés alatt állók feltétlenül kérdezzék meg kezelőorvosokat használat előtt. Jó. Oké. Fölöslegesen nem fogom döfködni magam. Virág. Nézzük meg, mi ez. Remélem nem unjátok ezt a sok olvasást. Ezt a szívós fajtát genetikailag módosították úgy, hogy minél kevesebb vízre, meg annál is kevesebb fényre, és gyakorlatilag semmi ásványi anyagra ne legyen szüksége. Színben és élettelenségben egyaránt hasonlít a pár évtizeddel ezelőtti műnövényekre. Jó, hát ez se nagyon kell nekünk.
Törjük csak fel. Na, egy új injekció fajta. Nézzük csak, melyik volt ez. Erőnövelő, antitoxin, sebességnövelő. Ja igen, sugárzásmentesítő. Ez az injekció olyan hatóanyagot tartalmaz, mely rendkívül gyorsan lecsökkenti az ismert veszélyes radioaktív elemek felezési idejét. Dr. Marie Delacroix, a von Braun főgépésze tisztában volt azzal, hogy a hajó mielőbbi megépítésének sietetése gyártási tökéletlenségekhez vezetett, mint például a hűtő hajtóműrendszer hűtő elemeinek gyakori törési hibái, aminek következtében veszélyes anyagok szabadultak el. Noha ezeket a töréseket általában könnyen lehetett észlelni és elzárni, követelte egy a radioaktivitás káros hatásainak megfékezésére használható injekció rendszeresítését a hajón. Nem úgy, mint a von Braunt érintő egyéb problémák esetében, ezúttal a vezetőség hallgatott rá. Ezek az injekciók akkor a leghatékonyabbak, ha rögtön a radioaktivitás fertőzést követően adják be a betegnek, ekkor egy radiotlanító nevű hatóanyag lép működésbe és fejti ki áldásos hatását. Jó lenne, hogyha a valóságban is létezne ilyen, mármint most a jelenkorban, 2013-ban. Nem tudok róla, hogy lenne ilyen. Ha valaki sugárfertőzötté válik, akkor az szívás. Durcs! Hopp, egy hackkelő szoftver. A kutató szoftver még a legképzetlenebb felhasználót is ellátja olyan tanácsokkal, melyek segítségével a kutatás szinte gyerekjátékká válik. Ez a kutatási fajta csak helyi kutatásokra alkalmas, részletes kutatásra csak jól felszerelt laboratóriumban van lehetőség. Magasabb szinten a szoftver már a Curie nevű rendszert használja, mely nagyban gyorsítja a kutatás sebességét. Hát akkor ez kell nekünk. Tehát magyarul gyorsabb lesz a kutatás. Jéj, cső! A taktika. Hoppá, mit rejt a kuka? Apukám, a kuka. Gyerünk, törődj fel. Ilyenkor inkább visszatöltöm, ne kerüljön nanitába. Nagyjából úgy csinálom, mint ahogy a gotikban csináltam annó. Ájj, na igen, ez egy ilyen csomópont volt, hogyha szépen felrobbant. A gotikban is lehetett ilyet csinálni még annó, hogy ha nem sikerült, addig próbálgattad, ami nem sikerült, közben egy papírra feljegyezted a kombinációt, és akkor amikor már megvolt a teljes kombináció, akkor visszatöltötted, és akkor végülis egy álkulcsba nem került bele a cucc. Mármint az ajtótörés. Címzett Korekin Anatoli. Ezt a küldetést még azelőtt le kellett volna fújni, hogy elhagytuk a földet. Képtelenek vagyunk úrrá lenni a hűtővezetékek repedésén. Parancsba adtam, hogy hozzanak le ide néhány védőöltözéket. Tudom, hogy azt hiszi, ez pánikot fog okozni, de jobb, mintha... Hú, te meg hogy kerülsz ide? Egy shotgun, de ezt nem tudjuk meg... javítani. Mindegy, a lőszert ezt kiveszem belőle. Na, szóval is tartottam? Durva volt, mi? Tehát tudom, hogy azt hiszi, ez pánikot fog okozni, de jobb, mintha mindenki sugárfertőzött. Nem igaz? Ja, egyetértek. Hát igen, hackelni ezt meg kéne tanulnunk. Research and Development, kutatás és fejlesztés.
Hát igen. Jó kis játék. Tudok már fejleszteni? Nem tudok még. Na jó, menjünk akkor erre. A francba. Az energiakiesés miatt nem lehet átjutni ezen az elválasztó ajtón sem, pedig ez az egyetlen út az orvosi részlegbe. Vedd fel azt az elemet a földről és keress egy energiatöltőt, amit korábban használtál, már vákum alatt van. Na hát nem lenne, hogyha kitámasztottuk volna az ajtót. De biztosan van még egy valahol a fedélzeten. Ha feltöltötted a cellát, helyezd el a tartalék energia elosztóba. Hopp, mit hallottam? Váú. Lőszer kivéve. Ha, igen. Na ez meg egy ilyen játék. Játék a játékban cucc. Tehát ez olyan, hogy nem mielőtt olvassuk, hogy mi ez. MFK játékgép. Egy szép új, röfi típusú szórakoztató eszköz a Vortex műszaki vállalattól, új memóriakártyák behelyezésével több tucat különböző játékot lehet rajta játszani. Legnépszerűbb játékok a Grunty, a játékos disznó, melyel 2005-ös interaktív szórakoztatási kiállításon nyertek díjat. A VMU nem tehető felelőssé semmilyen balesetért, ami a játék szemmonitoron való játszása miatt következett be. Röf. Mi. Egy játék memória kártyája a Strázsa malacka. Ez a memória egység egy VMU Game Boy-jal kompatibilis játékot tartalmaz, Röf. Swinekeeper. Ez meg ilyen aknakeresős jellegű cucc. Ez is meg lehet hackelni, de ez már ilyen programozói szinten kéne tudnom. Tehát ilyen hatos szinten. Na jó, hát ez most... Na jó, megtartjuk egy darabig, de valószínűleg ettől meg fogok majd szabadulni. Ó, injekció. Sugármentesítő injekció felvéve. Mária, le kellett zárnom a gépházat, amíg kitaláljuk, mit is csináljunk. Egyszerűen túl meleg van. Nem tudom, hova tűnt az összes védőöltözék, így kénytelen vagyok több sugármentesítőt használni. Ezektől a szaroktól mindig megfájdul a fejem. Hát jó. Akkor most már tudjuk, mi a feladat, tehát ide be kell tenni azt az elemet. Csak először fel kéne tölteni. Nem erre. Van még lőszerünk? Hát nem sok. 13 lövés. Erre van. Fel van töltve. Mehetünk tovább. Van egy olyan érzésem, hogy nem sokára lejár az időnk. Akkor meg kell szakítanom majd a felvételt. És akkor az lesz egy rész. Na már csak 8 golyónk van. Az is több, mint a semmi. Valakinek nincs is golyója. Nézzük, hogy mi újság. Ja, oké, akkor tegyük be.
unit as soon as you can and improve your rig. Ja, igen. Na jó, most van 8 cyber modulunk, akkor visszamegyek fejleszteni egyet engedelmetekkel. Fogytán a lőszer. Aztán visszaváltok sima 1-es fegyverre. Na jó, akkor menjünk hackre. What a hack. Na jó, még egy pár lövést akkor megengedek magamnak. Mondtál. Jól van, sikerült bejutnod az orvosiba. Most keresd meg Grassit és kérd el tőle a legénységi szállás belépőkártyáját. Ő volt az, aki felügyelt téged, míg hibernálva voltál. Így talán csatlakozik hozzád, ha ugyan le nem mészárolták még. Hát igen, ez jó kérdés, hogy éle még. Van egy olyan érzésem, hogy nem. Most Xerxes mondott nekünk egy üzenetet, amit egyébként a tömeg közvetített, mármint Xerxes közvetítette a tömegnek a gondolatát, ugye megkérdezte tőlünk, hogy mi most tulajdonképpen mit akarunk itt elérni a hajón, tehát hogy csatlakozunk ugye a másik mesterséges intelligenciához, Shodanhoz, akiről majd ugye később kiderül, hogy ki is ő valójában, és hogy kerül ide a fedélzetre. És akkor tulajdonképpen két tűz között leszünk. Tehát elvileg eldönthetnénk, hogy most akkor kinek az oldalára állunk. De valójában erre nem ad lehetőséget a játék. De közben felvettem itt egy újabb tárgyat. Azt mondja, hogy a hagyományos sebészeti egység jól használható diagnosztikai feladatokra, de csak szakképzett orvos felügyeletével. Ez az aktiváló kulcs a sebészeti egységhez kapcsolva viszont automatikusan elvégzi a szükséges műveleteket felügyelet nélkül. Mivel ez hatalmas felháborodást okozott az orvosok között, akik féltek, hogy fölöslegessé válnak és elveszítik az állásukat, sikeresen kialkuttak egy megegyezést, miszerint az aktiváló kulcsot gyárilag nem szerelik be a sebészeti egységekbe, de azt vészhelyzet esetén az orvosok könnyen behelyezhetik saját maguk is. Ha viszont a kettőt összekapcsolják, már csak a gyár technikusai tudják újra szétszedni őket. Tehát ez meg arra való, hogy például van itt egy ilyen sebészeti egység, és ez alapból ugye nem működik, hiába próbálnám aktiválni. Viszont hogyha ezt így berakom, akkor ugye működésbe lép, és 5 darab nanitáért 100% életerőre felgyógyít. Nem egy rossz dolog, de most ezt nem fogom itt elhasználni, mert ebből elég kevés van, tehát ezt jól ki kell használni. Amit oda kell figyelni, hogy melyik fedélzeten, melyik gépbe rakom be, mindig könnyen elérhető legyen. Na, itt mi van lent vajon? Kibermodul. Psi? Na itt például be van rakva egy. Hú.
Kiroki néz is. Jó, hogy nem találtak, ja. Ilyen képességem nekem is lesz egyébként majd. Hogyha kifejlesztem. Na, itt van, ismeretlen objektum. Ez vajon micsoda? Ez leginkább úgy néz ki, mint az emberi agy, kivéve, hogy kisebb és hajszerű szürkés rostok szövik át. Kutatáshoz szükséges vegyszerek, fermium. Jó, kikutatjuk, mert azért ez még jól fog jönni. Egy kis plusz sebzés a majmokon. Injekcióból van most elég sok. Hát igen, ez csak normál fokozat. Na jó. Azt az automatát ott hagyjuk szépen. Hát akkor magyarul beléptető kártyát kell megszerezni. Jól értelmezem. Szellemek. Előfordulhat, hogy különös jelenségeket fogsz észlelni. Az R osztályú kibernetikus felszerelést egy olyan kísérleti kereső technológiával látták el, ami elméletileg képes megjeleníteni az emberek érzelmi kivetüléseit. Ilyen kivetülések elsősorban a friss halottaktól származnak. A szakirodalom szellemeknek nevezi őket, én az R egység önhipnózisos tökéletlenségének. Ne hagyd, hogy megzavarjanak a munkában. Hát jó. Ajaj. Úgy hallottam, hogy egy kamera majdnem beindult. Anyád. Na mindjárt kilőjük. Na, így már könnyebb dolgunk lesz feltörni ezt a ládát. Ah, sikerült. Jól van. Ismét van pisztolylőszerünk. Nem túl sok. Igen, most így bemondta, hogy kemikáliára van szüksége, igen, fermiumra. Fermium. Anyárat. Au! Majd vissza kell mennünk egy kis fermiumért. Hopp, ez valahol itt van a közelben, ez a majom. Itt mi van vajon? Egy üveg persgő. Vajon mi lehet a persgő? A persgő közkedvelt ital a von Braunon és becsempészésével a Rickenbackeren is, mind a pihenőhelyeken, mind replikátorokból vásárolva. Mivel azonban a teljes italárusítási jog a Trioptimum kezében van, és minden italt ugyanabból a Nanita prototípusból állítanak elő, a korlátozott adattárolási kapacitás miatt csak egyetlen márka elérhető. Szerencsére az évjárat kitűnő. Nem kell pesgő. Nincs Szilveszter. Józannak kell maradni most ilyen helyzetben. Na. Menjünk ebbe az irányba. Ajjaj. Sugárzás, veszély. Na, szerencsére van itt egy ilyen decontainment shower termination. Magyarul sugártalanít. Aha.
De bal alsó sarokban megjelenik a sugárzási szint, ami folyamatosan növekszik, minél tovább vagyok ilyen területen, ez viszont teljesen semlegesíti, hál' Istennek, a sugárzást. Na, meg ugye vannak ilyen injekcióim is, ezt a P betű megnyomásával tudom aktiválni. Fussunk! Na, lejárt az idő közben. Pont jókor. Na, gyorsan fussunk innen. Jól van. Na jó, akkor még most gyorsan elbújok egy helyre, felolvasom a maradék szöveget. És akkor innen fogjuk majd folytatni. Ja, igen, most izé... Nem létezik. Címzett Losser, Angela, Angela, noha lehet, hogy úgy tűnik, a majmok kommunikálnak egymással, biztosíthatom, hogy ez lehetetlen. Úgy állítja, hogy az egyik majom jelezte egy másiknak az egyik tárolószoba belépő kódját, és az kinyitotta. Amint azt ön is biztos jól tudja, már több ezer kísérletet végeztek főemlősökkel, és még soha semmit, még csak rendkívüli megközelítőt sem produkáltak. Tehát vagy most száfolt meg mindent, amit az állatok viselkedéséről tudunk, vagy egy hosszú pihenőre lenne szüksége. Az orvosiban azt mondta, hogy egy egész csomó sugárzásmentesítő injekciót replikáltak. Úgy döntöttem, hogy ezeket mind a gépház legénysége között fogom szétosztani, ha csak másnak nincs jobb ötlete. Watts ugyancsak megkért, hogy ellenőrizzem a replikátort a legénységi pihenőben. Azt mondja, az egy hacker paradicsom. Tulajdonképpen kinek az ötlete volt 150 csimpánzt hozni a hajóra? Ez a tudomány érdeke? És mi van a higiénia érdekeivel? Tudja valaki egyáltalán mennyi piszkot csinál 150 csimpánz egy nap? Szegény csimpánzok minden idők legfontosabb történelmi küldetésén vesznek részt, majd szétdarabolva végzik egy üvegben. És mindezt a tudomány nevében. Senkit sem tudok elérni a gépházból, mivel a felvonók nem működnek, egy karbantartó alagúton át kell lemennem oda, valahol a tudományos szektor mellékszárnyából. Azt hiszem a kód Watts laborjában van. Na, akkor itt most mentek egyet. És akkor ez volt a System Shock 2 végigjátszásomnak az első része, egy ilyen másfél órás kis szösszenet körülbelül. Remélem, hogy élveztétek, remélem, hogy a hangátvitel is jó volt, nem volt se túl hangos, se túl halk. Tehát hallottátok a játéknak a zenéjét is, meg a szövegeit, meg amit én itt pofáztam. Teljesen ki van száradó a szám, mindjárt iszok egy pohár valamit. Na, hogyha élveztétek és tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, ahol csak jól esik. Nem sokára, hát hogy pontosan mikor nem tudom, de majd következik a második rész, de ugye most ezt Full HD-ben csinálom, tehát valószínűleg a renderelési előhívási idő jóval hosszabb lesz, stb. De amint tudok, jelentkezek. Addig is, sziasztok!